Önök az Echo televíziót látják benne a napi aktuális augusztus 6-án hétfőn. Mai témáink: az UDK támogatja a Magyar Gárdát, itt lesz Gorka Sebestyén, az Új Demokratikus Koalíció ügyvivője, illetve Strike. Üdvözlöm a stúdióban Gorka Sebestyént, az Új Demokratikus Koalíció ügyvivőjét. Ugye ön a Fejlődő Demokrácia és Nemzetközi Biztonsági Intézet ügyvezető igazgatója. Így van. Hát ország válogatja, ha a svájci példát vagy az izraeli példát nézzük, akkor teljesen természetes. Ha olyan kis országról van szó, amely nem rendelkezik hatalmas nagy tömeg hadsereggel, akkor a területi védelem alapra épül egy ilyen. Ez nem egy teljesen... De ezek állami felügyelet vannak, tehát Svájcban nem. Gyakorlatilag a hadsereg alapja ez a fajta területi szervezés. Mondjuk Amerikában nem, az állam támogatja, leselejtezett fegyvereket is odaad, de ez mindenképpen... De ők a Nemzeti Gárda tagjai, nem? Nem, ez egy egyesület. De nem ezért jött létre ez az ötlet szerintem. Itt világos, hogy Magyarországon a tavalyi zavargások után lehetett mérni egy igényt arra. Több, én ott voltam a TV székház ostrom idején, és az érdekes dolog, hogy ott nem a rendszerváltást átélő 40 korosztályú emberek voltak, hanem és van egy igény arra, hogy valamiképpen lehessen a lelkét ennek a társadalomnak valamiképpen megvédeni. Most én azt hiszem, hogy erre az igényre, erre a társadalom, nagy társadalmi igényre a Jobbik észrevett, hogy erre lehet, ebből lehet politikát csinálni, ebből lehet politikai hasznot csinálni. Nem lehet? Ez a következő kérdés. Ez a következő kérdés. Önök azt nyilatkozták, hogy a Fidesz Jobbik kezdeményezést támogatják. Így van. Most miből gondolja, hogy a Fidesz támogatna egy ilyenfajta militáns szervezet? Mert muszáj neki.